Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ezzel a jó hírrel köszöntelek titeket, az elhívottakat, akiket az Atya Isten szeret, a Fiú megváltott és a Szentlélek Isten megszentel. Amen. Ha nem is angyalok, hanem emberek kórusa, de hirdeti a jó hírt a megtartó születéséről, a 316. dicséretünkből, 316. énekünknek mind a négy verse következik. Hajtsunk fejet Isten színe előtt, csendesedjünk el, imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, Te, aki megaláztad magad, és kicsi teremtményé lettél az első karácsonyon, nagyon jól tudod, együtt éled át velünk mindazt, ami most történik, velünk, bennünk, körülöttünk. Tudod, hogy mi mindent szerettünk volna, hogy beleférjen adventi készülődésünkbe, várakozásunkba. Tudod, hogy mi mindennek nem jutott hely. Szerettünk volna talán valakivel beszélni, valakit megerősíteni, vigasztalni, bátorítani, valakinek örömhírt, jót mondani. Szerettünk volna kedvesebbek lenni, és még annyi minden van, ami nem fért bele, nem volt hely. Köszönjük, hogy akkor, amikor az első várakozás, advent idejét fölidézzük, akkor talán egy kicsit biztatás, vigasztalás lehet számunkra, hogy neked még az sem akadály, hogyha az emberi történések miatt nincs elég hely. Nincs hely annak, ami, aki igazán fontos. Előtted nincs akadály. Köszönjük ezt neked, hadd kérjük szent lelkedet, küzdje le most is 2021-ben az akadályokat, nem csak általában az emberiségben, nem csak a kereszténység nagy családjában, hanem személyesen egyen-egyenként bennünk, hogy ahol olyan nehéz helyet találni, ott mégis rácsodálkozzunk arra, hogy mégis van hely. Légy áldott ezért. Amen.
Szeretett testvéreim! Az első karácsony történetéből Lukács evangéliuma második fejezetének első 7 versét olvasom, abból majd egy mondatot szeretnék kiemelni. Így hangzik a hír. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt. Ment, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta, jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. A szálláson nem volt számukra hely. Azt gondolom, hogy az egyik legismertebb mondata ez a karácsonyi történetnek, és különösen hangzik, hogy azt mondom, az evangéliumnak, a jó hírnek egy nagyon ismert mondata az, hogy nem volt számukra hely. El fogunk érkezni, hiszem, remélem oda, hogy megértsük, hogy ez a nem volt számukra hely mennyire az örömöt, az Istentől küldött lehetőséget hordozza magában. Egy furcsa, különös kifejezés került elém, akkor, amikor én magam is itt az advent időszakban azzal küzdöttem, hogy mi minden fér bele, minek van hely a naptárban, a tennivalók között, és mi az, amire esetleg magam is nemet mondok, vagy amire körülöttem valaki nemet mond. Ez a furcsa, különös kifejezés, ez egy idegen szó, bocsátassék meg, nem nagyon szeretem az idegen szavakat használni, lévén, hogy legyen egyértelmű arról, amiről beszélek, mindenki számára érthető. Mégis ez a filozófiában használatos kifejezés, ahogyan elém került, és egy kicsit elkezdtem gondolkodni a szóhoz írott gondolatsor kapcsán, rádöbbentem, hogy mennyire ide tartozik. Ez az idegen szó így hangzik, hogy utópia. Az utópia az emberi gondolkodás történetben valami olyasmit jelent, ami egy el nem érhető, elképzett, de csupán a vágyainkban létező, nem valóságos hely a világban, az emberiség történetében, az elképzeléseinkben. Tehát utópia azt jelenti, hogy nem létező hely, nincs hely, nincs hely, nem volt hely. Lám az emberiség gondolkodás történetében a nem volt hely, a nincs hely megjelenik pont akkor, amikor az emberiség vágyik valamire. Akkor, amikor azt lehet hallani, talán kicsit filozófikus megfogalmazásban, hogy ugyan kérlek szépen a karácsony békessége, az a nyugalom, amiről idillien festők, művészek áradoznak, az csak utópia. Az nincs. Hát nézd meg a karácsonyokat, mennyi minden bele tud taposni a karácsonyba. Nem kell messzire menni, nézzük 2020-21-et, hány ember nem mehetett el szeretteit meglátogatni, vagy nem mert elmenni, vagy nem jöttek el hozzá, mert a világ történetének a most ismert járvány helyzete milyen csúnyán belenyúlt. Hány ember van, akinek a gyász belenyúl a karácsonyába, és azt mondja, hogy az egész karácsonyi békesség csak valami álom. Nos tehát, igen, amikor békés, boldog karácsonyt gondolunk, vágyunk, kívánunk, akkor nagyon hamar ott van a de. De hát, és már jönnek is azok a dolgok, amik elfoglalják a helyet. És akkor kiderül, hogy talán az ember által elképzelt, vágyott, kedves, bensőséges ünneplés tényleg utópia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem az, bár pontosan arról kell gondolkodnunk, hogy azért nem az, mert az Isten úgy jött közénk, hogy ő maga azt éli át, hogy a legvalóságosabb
emberi élethelyzetben itt is, ott is azt kell hallani, nincs hely. Lehetne ezt nagyon hosszan és szépen kibontani, magunk elé képzelni. Bátorítok is arra, hogy egy kicsit gondoljunk bele, hogy mi volt ott Betlehemben. A híradás az evangéliumban történelmi tényeket hoz elénk. Augustus császár, Cyrenaeus, helytartó, népszámlálás, ezt mind-mind a történelemből kikutatva ismerjük, hogy ezek valós tények. Ezekben a valós tényekben egy názáreti ifjú pár, akiknek éppen eléggé nehéz az élete pillanatnyilag, mert valami olyan dolog történik velük, amit nem fognak föl, hogy hogy lehetséges. Nem tudják, hogy mit kezdjenek ezzel az egésszel, de valahogy mégis megpróbálják elhelyezni az életükben azt, hogy Isten őket választotta ki arra, hogy közénk jöjjön, hogy a született törékeny emberként közénk jött isteni szeretetet felnőtté neveljék majd. Nos, ők most kénytelenek engedelmeskedni a császári rendeletnek. Miért is? Azért, mert a próféta így jövendölte meg. Efratai Betlehem, semmivel sem vagy te kisebb, mert ott fog születni a megtartó. Nos tehát, ez a pár, Mária és József, azt élik meg, hogy akár emberi jó szándék mellett is, mégiscsak újra meg újra ezt hallják, hogy nincs hely. Nem tudjuk pontosan, hogy zajlott ez Betlehembe, az evangélista nem részletezi, de el tudjuk képzelni, hogy valószínűleg ők kerestek előre már lehetőséget, kinél hol lehetne megpihenni, mert hogy még egészen közel van a születés ideje, de ez nem azt jelenti, hogy akkor már biztos jó helyük van, mert hogy nem volt természetes, hogy egy várandós anyát csak úgy befogad valaki. Nos tehát, ott vannak, és akkor, amikor egymás után többször hangzik el, hogy nem tudunk befogadni. Lehet, hogy talán kényelmesség, lehet, hogy valós, nincs hely van ezek mögött, a mondatok mögött. Nem volt hely nekik. Megdöbbentő dolog, amikor az embernek azt kell megtapasztani, hogy nincs hely. Egy személyes élmény jutott eszembe. Egyik sok évvel ezelőtti nyári táborra nagyon lelkesen készültünk. Próbáltunk akkoriban mindig újabb és újabb helyszínt találni. Találtunk egy nagyon szép börzsönyi helyszínt, elmentünk a tábor gazdájával, egyeztettünk, megnéztük, hol lesz a helye a gyerekeknek, megnéztük, merre lehet menni kirándulni. Megbeszéltük, hogy a nyár egy adott hetére akkor érkezik a csapatunk egy bizonyos létszámmal. Nagyon örültünk, milyen jó lesz ez a hely. A tábor kezdő hétfője előtt, szombat este, csak úgy a biztonság kedvéért fölvettem a telefont, és gondoltam, hogy jelzem a lelkipásztornak, hogy körülbelül mikor fogunk odaérni, nagyjából a közlekedésből mi következik, mikorra számítson ránk, mikor legyen nyitott a tábor. És akkor rémülten szólalt meg, hogy baj van, nincs hely a táborban. Ő úgy látja, hogy más van beírva erre a hétre. És akkor bizony mind a kettőnkben megfagyott a vér, hogy ilyenkor mit csináljunk. Emberi figyelmetlenség, teljesen mindegy, hogy mi az oka, de nincs hely a gyerekeknek. És már végfutott előttem, hogy jönnek ide, hogy induljunk reggel, utazzunk, és egy hetet örömben eltöltsünk, és azt kell mondjam, hogy elmarad a tábor. Ő sem tudta, mi lesz. Bizony, nagyon-nagyon rossz érzés. Talán neki is, és nekem is. Mi lesz? Hozzáteszem, hogy az Isten kegyelme az, hogy aztán hamarosan megszólalt a telefon, és az volt az üzenet, hogy mégis van hely, megoldódott. Nem az az érdekes, hogy hogyan, hanem az, hogy azt átélni, hogy mi lesz, nincs hely, és aztán azt az áldást megtapasztani, hogy mégis van hely. Ez bizony
az emberré levő Isten, az ember és az Isten közénk jövő szeretetének a története része. Mégis lett hely. Igen, Betlehemben a népszámlálás miatt valóban sokan voltak, és valóban talán teljesen érthető módon mondták azt, hogy egyszerűen már nem lehet egy gyufaszálat sem letenni a házunkban. Valóban. És az is lehet, hogy valaki csak úgy gondolta, hogy ő már többet nem akar mozdítani, ő már többet nem tud engedni a sajátjából, azért mondta, hogy nincs hely. Nem volt hely. És aztán akkor, amikor a közénk jövő isteni szeretet szülői, az őt felnevelő József és az őt világra hozó Mária ezt élik meg, hogy nincs helyük, akkor valami csoda történik. Nincs helyünk, nincs időnk. Mennyi mindenre nincs hely, és mennyi mindenre nincs idő az életben. Akkor, amikor valaki megszólít, valaki megkeres, és azt érezzük, hogy egyszerűen már nincs hely a gondolataimban, nincs hely a figyelmemben, nincs hely a naptáramban. Szívszorító volt, amikor egyszer egy egyébként nagyon értékes, nagyon kedves, nagyon jólelkű vezető a körülötte levő munkatársakat, amikor próbálta valamiről meggyőzni, akkor a zsebéből előhúzta a leporellós naptárat, és szétnyitva azt mondta, hogy értsétek meg, nincs hely a naptáramban. És valóban messziről látszott, hogy a naptár minden sora tele van valamilyen tennivalóval. De sokszor vagyunk mi is így, hogy nincs hely. Tele vagyunk tennivalóval, lassan minden ugyanolyan sürgős, mint amilyen fontos, és azt kell, hogy mondjuk, arra kényszerít az élethelyzet, vagy ki tudja mi, hogy azt mondjuk, nincs hely. Igen, az első karácsonykor is ez hangzik el, nincs hely. Ebbe a nincs hely világba jön az Isten, mert ő pontosan ezt a világot akarja egészen közelről átélni. Ebbe a világba születik bele Jézus, és az Isten teremtő, rendező kegyelme. Nem tudjuk pontosan, hogy kié volt, és hogyan vált nyitottá az az istálló, ahol aztán egy kis falba vájt alkotmányba, egy kőjászolba helyezték a kisdedet, de lett hely számára. Nem olyan, nem úgy, ahogyan azt elképzelnénk. Nem olyan, nem úgy, ahogyan az méltó lenne, akár csak egy gyermek bárhol való megszületésére, nem hogy az Isten fia megszületésére, de mégis lett hely az emberiség történetének zsúfolt, nyomorult valójában. Isten talált helyet, elfogadta azt a helyet, ami ott adódott. És hadd fordítsak most egy nagyon különöset a történeten. Úgy kezdődik az emberélet Isten története, hogy nincs számára hely. És amikor visszatérni készül a mennyei világba, mit is mond Jézus a tanítványoknak? A búcsú beszédének az egyik legtöbbet emlegetett és legcsodálatosabb mondata. Elmegyek, helyet készítek számotokra. Milyen megdöbbentő. Amikor az ember világában nincs hely az emberélet Istennek, akkor ő pont azért jön, hogy megtudjuk, hogy ő helyet készít számunkra. Isten kegyelme az, hogy a nincs hely világában, abban, ahol a békesség, a csend, az emberek egymásra találása és Istennel való találkozása már-már csak utópia, nem létező hely, abban a világban ő mégis megjelenik, és azt mondja, megyek, helyet készítek számotokra. Isten lelke, készítsen helyet most, az idei ünnepben Jézus mellett számunkra. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk.
Istenünk, sokszor olyan érthetetlen a te kegyelmed, hogy hogyan munkálkodik. Olyan érthetetlen, hogy miért éppen úgy történnek a dolgok. Egészen bizonyosan nehéz volt megérteni ott az első karácsonyon is, hogy miért nincs hely, hát már csak akadna egy ilyen helyzetben. És te úgy láttad jónak, hogy mégis valahol, valami nagyon szerény, nagyon szelíd módon teremtő szereteted az állatvilág lakóhelyén ott hozza világra egyszülött fiadat. Lemondó, és rólunk mégsem lemondó szeretetedet áldjuk és magasztaljuk. Köszönjük, hogy te valóban jöttél abba a világba, ahol annyira nincs hely, nincs idő, és te mégis jössz, hogy odairányítsd a figyelmünket, érzéseinket, ahol megtapasztalhatjuk, nálad van hely, általad készített helyünk van. Köszönjük, hogy magad mellé ültetsz. Köszönjük, hogy nekünk helyünk van a te tervedben. Légy áldott ezért. Halld meg, Istenünk, csendben, szavak nélkül is azt, ami bennünk talán nem is kiállt, hanem csak egyszerűen ott van, de eléd kívánkozik. Így áld meg csendes imádságunkat. Áldunk, Urunk, hogy te azért lettél emberré, hogy szavakat is adj nekünk, és ezekkel a szavakkal megszólíthassuk a mindenség uraként, általad édesatyánkként Istenünket. És így imádkozhatunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nagy szeretettel hirdetem, hogy a továbbiakban is az eddigekhez hasonlóan a Kiskörös TV és ennek segítségével az internet hullámhosszán azok, akik nem tudnak személyesen jelen lenni Isten tiszteleteinken, hallhatják az örömhírt, a jó hírt. Ezúttal is köszönjük ezt a lehetőséget, és hívogatunk. Jelezzük egymásnak, éljünk így is Isten igéjével. Szeretettel mondom, hogy idén a helyzetre való tekintettel kis szűk légterű templomunkban a gyermekek szolgálata most nem volt megtartva, de ez nem azt jelenti, hogy a gyülekezet a gyermekek felé a szeretetét nem mutatta volna meg. Az utolsó hittanórákon gyülekezetünk ajándékait eljuttattuk a hittanos gyerekekhez. Ők is hálás szívvel köszönik, hogy gondolunk rájuk, mi pedig hordozzuk őket imádságban. Különösképpen is azért, mert hogy a mi Istenünk is gyermekként jött erre a világra. Szeretettel hirdetem, hogy most már advent első vasárnapja óta, vasárnapról vasárnapra, 9:30, 3:40 és 10 órakor az Isten tisztelet kezdetén megszólalhat az új helyén a harang. Hallgassuk nyitott füllel, ha valaki nincs is esetleg itt otthonról, hát ha a szél arra is viszi az új harangtoronyból a harang régi hangját. Istentől megáldott, békességben megélt karácsonyt, ünnepek közötti időszakot, esztendő fordulót éljünk meg, legyen ebben segítségünkre az Isten lelke. A legközelebbi találkozásig is Isten legyen mindannyiunk őriző pásztora. Az Uralom az ő vállán lesz. Így nevezik csodálatos tanácsadó, békesség fejedelme, erős Isten.
Ezért hát semmifelől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálával tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt imádságba. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban most és örökkön örökké. Amen. Hirdesse a jó hírt, őrizze meg szívünkben az ének hangja. A magasságban dicsőség Istennek, békesség légyen földön embereknek. 315. dicséret első, második és 5-6-7. verse.